Nagyon ilyen chill hétvége lesz, ami azt jelenti, hogy nincsen nagyon sok terv. Az van, hogy el kell mennem egy varrodába, mivel tökre ment az egyik ruhámnak a cipzárja, azt ki kell cseréltetnem. El kell mennem vásárolni egy esküvőre, amit nem biztos, hogy fogok mutatni, mivel nem csak egyedül leszek ott, nem mindenki szereti a vlogolást, úgyhogy ez lehet, hogy kimarad. Megkezdtem a videót, amit fel akarok tölteni, úgyhogy ez egy ilyen nyugis hétvége lesz, mivel ez a hét ez nagyon hosszú volt, nagyon nehéz volt, ezért próbálom az energiámat kicsit felemelni, és csak így csak nyugodtan végigcsinálni ezt a hétvégét. Holnap el akarunk menni a Kaszkóba, és képzeljétek el, hogy nem tudom, hogy hallottatok-e már arról, mi ez a Kaszkó, ez kicsit olyan, mint Magyarországon a metró, de nagyobb, és több minden van benne, és rengeteg élelmiszer is van. Ilyen hatalmas, hatalmas, hatalmas ilyen bevásárló dolog, amiben én még soha nem voltam. Általában azok az emberek mennek, akiknek nagy családjuk van, hiszen mindent ilyen nagy kiszerelésbe tudsz megvenni, kell is hozzá ilyen Kaszkó kártyádnak lennie, hogy be tudj menni, tehát ilyen membernek kell lenned. Én nem vagyok az, soha nem is voltam, viszont a Lara az member, nem tudom, hogy miért, úgyhogy el fogunk menni együtt, és körül fogok nézni, kíváncsi vagyok, hogy milyen, és gondoltam, hogy viszlek magammal titeket oda is. Úgyhogy remélem, hogy jó hétvégénk lesz, akármi történik, mindent mutatok, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok velem, és kezdjük el ezt a szombatot. Na most már veszem fel a cipőmet, és úgy döntöttem, hogy ezt a bakancsot fogom felhúzni, amúgy tök meleg van kint, meleg, tök meleg, 26 fok, ami igazából augusztushoz képest nem olyan nagyon meleg, de úgy döntöttem, hogy bakancsot fogok felhúzni, mivel az outfitem miatt, és elmondom, hogy mi a szituáció. Amúgy múltkor kérdeztem tőletek, hogy akarjátok látni, hogy milyen outfitben vagyok, hogy milyen az aznapi ruhám, vagy mit hordok, blablabla, bla, bla, és mindenki azt mondta, hogy igen, érdekel titeket, úgyhogy bele fogom rakni mindenképpen a vlogokba. Szóval az történt, hogy én nekem hatalmas szerencsém van a hasammal, mert én nekem valamiért elég lapos a hasam, viszont a fenekem az nem. Szóval ez általában ritka is, és úgy van szerencsém ezzel, hogy nem szoktam annyira nagyon sokat edzeni. Tehát például a Lara ő rengeteget edz, a hasára rengeteget edz a fenekére, viszont nem olyan szerencsés, mint én, és ezért neki sokkal többet kell, sokkal több energiát kell belefektetni, mint nekem. Sosem volt problémám ugye a hasammal. Általában, hogyha mondjuk én hízok, akkor az arcomra szoktam hízni, a fenekemre és egy kicsit a hasamra, viszont a hasam nagyon könnyen lemegy. És emiatt általában a hasam lapos. Viszont az elmúlt egy hétben nem nőtt meg a hasam, hanem olyan, mintha egy lufi lenne benne, így fel van az egész püfedve, és nem tudom, hogy miért, és már mindent próbáltam vele, és egyszerűen nem megy le. És nem zsír van rajta, tehát nincsen meg, nem tudod megfogni, hanem csak így kiáll. És nem vagyok terhes. Viszont valami nem oké, úgyhogy hétfőn megyek orvoshoz, mert valamit lehet, hogy ettem, ami miatt ez van, én nem tudom, de mivel már egy hete ez a problémám, ezért úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy elmenjek orvoshoz, úgyhogy hétfőn majd minden kiderül remélhetőleg, hogy mi a probléma. Viszont nekem ez ilyen nagyon zavaró, hogy a hasam nem lapos. És amit meg fogom nektek mutatni, egyáltalán nem nagy, tehát nem lehet azt mondani nagy, de én látom rajta a különbséget. Ne haragudjatok, itt van közben a felmosóm, mert ez a lakásom, amiben lakok, nézzétek meg, hogy milyen fekete a padló, és emiatt nagyon könnyen meglátszik rajta minden, úgyhogy kb. Minden reggel azzal indítom a napomat, hogy felporszívozok és felmosok. Szóval ez a felső, amiben vagyok, igazából ez olyan, mint egy ilyen ruha, de fölvettem alá rövid nadrágot, de és hozzá pedig ezt a bakancsot. Szóval nagyon tetszik, és mindjárt ez is nyitva van. Így jó. Szóval nagyon tetszik nekem ez az outfit, így egy ilyen bakancs, meg ez az oversize, és alatt pedig ez a rövid naci. És megtettem a hasamat, amúgy általában a hasam az így szokott állni, és most ilyen. Tehát ez a különbség. Nem nagy különbség, tehát nem olyan, hogy borzalom, viszont engem zavar. És amúgy is szerettem volna felvenni egy ilyen oversize pólót, úgyhogy így sokkal jobban érzem magam most, ameddig ki nem találom, hogy mi a probléma a hasammal. Úgyhogy el fogunk menni orvoshoz mindenképpen, nem beszéltek magammal, de el fogunk menni. És a következő vlogban pedig elmondom, hogy vajon mi a probléma. Induljunk most el,
a varrodával. Most itt vagyok a kocsiba, és gyorsan elugrottam lerakni a ruhát, és nem tudtam ott vlogolni, mert csak gyorsan kiugrottam, beugrottam, leadtam, és annyi volt, úgyhogy ott nem volt alkalmam. Aztán most el van intézve a ruha az esküvőre, úgyhogy ahogy említettem, azt nem fogom vlogolni, de most itt vagyok, és újra vlogolok, úgyhogy most megfogtam a kamerát. Most éppen úton vagyunk, mert éppen vadászaton vagyok egy új szőnyegre, és most el fogunk jönni egy boltba, ahol állítólag jó szőnyegek vannak, úgyhogy azokat fogjuk megnézni, és mutatok nektek mindent. Remélem, hogy találunk valami jót, mert ami van, az nem a kedvenc. Nagyon beleolvad az én kanapém, és szeretném, hogy egy kicsit lenne egy kis kontraszt. Most értünk haza, és fogok csinálni főtt tojást. Nem vagyok annyira nagyon éhes, de azért kéne ennem, mert most már délután kettő van, úgyhogy ez amúgy a tojást használom, és mindig valamiért több tojás van, mint amennyi kéne, úgyhogy ezt így tudom csak elhelyezni. Viszont ez a terv, és lehet, hogy össze fogok még vágni mellé mondjuk avokádot. Éppen iszom a jeges kávémat, ami egy Nespresso kávé. Raktam bele egy nagyon-nagyon kevés, tehát tényleg csak egy pár csepp szójatejet, és fahéjat. Úgyhogy most éppen kicsit égetek sage-t. Nem tudom, hogy ti tudjátok a sage-nek a használatát, meg arra, hogy mire jó, de a sage az általában megtisztítja az energiákat, és én már nagyon régóta használok sage-t. Sage-et, sage.
először csak spray, ilyen liquid formában, viszont ez ennek sokkal erősebb a hatása, és ennek megtisztítja a teret és az energiákat, és ezen a héten rengeteget égettem. És most úgy voltam vele, hogy miért ne, kicsit tisztítsuk meg itt a teret, és most pedig el fogom kezdeni szerkeszteni a vlogomat végre. Ebédre nagyon egyszerű és nagyon ilyen könnyű ebéd volt, ahogy láthattátok. Igazából nem voltam annyira éhes, és ezen kívül, hogy említettem, eléggé problémás mostanában így a gyomrom, úgyhogy nem merek túl nehezet enni. Úgyhogy ezért eszek ilyen kis könnyű dolgokat, és keveset. Inkább eszek többször keveset, mint egyszerre nagyot. Aztán, amiközben ettem az ebédet, megnéztem a Sex és New Yorknak az új részét, ami nagyon jó volt. Ti néztek amúgy az új részét a Sex és New Yorknak? Kíváncsi vagyok, hogy mit mondotok, hogy ti nézitek el. Én nekem a gyerekkorom és a felnőtt korom hatalmas része az eredeti, ugye a régi Sex és New York, és az összes részt láttam szerintem 5-6-szor újra néztem, és néha csak bekapcsolom és megy a háttérbe. És az új évadot, megmondom őszintén, hogy az új, ez a And Just Like That, ugye ez az új évadok. Az első évadot nem szerettem, nem tetszett, ahogy a Bingel, ami történt, nem tetszett az új karakterek, nem tetszett az, hogy mennyire próbálják rányomni az emberekre ezt a tipikus amerikai mindenkit elfogadó dolog. Én mindenkit elfogadom, nem az a probléma, hogy mindenkit el kell fogadni, hanem mert az alapvető dolog. Nagyon tetszik az, hogy nyilván minden különböző rész van benne, rész meaning a különböző nemzetiségű emberek, különböző nemi identitású emberek, különböző nem is tudom, hogy mennyi minden, tehát hogy tényleg nagyon jól megmutatják, viszont az nem tetszett, hogy nagyon erősen csak erre voltak ráfeküdve az első évadban. És szerintem pont az ellenkezőjét érik el vele, hiszen ezek a dolgok, amik benne vannak, az, hogy rengeteg gay couple van benne, az, hogy rengeteg különböző nemzetiségű ember, az, hogy van, aki non-binary, tehát ezek a dolgok, mivel ennyit nagyon nyomják, pont azt érzeztetik veled, hogy ez nem a norma. Hiszen pont azt próbálják, túlnyomják azt, hogy ez a norma, és ezáltal azt éreztetik, hogy ez nem a norma, és muszáj elfogadni, amikor, hogyha csak simán beleraknának mindent mixelve, akkor az egész csak egy ilyen természetes dolog lenne, hogy ez így van, és na mindegy. A lényeg az az, hogy a második évada ennek az új Sex és New Yorknak viszont nagyon jó, nagyon tetszik, nagyon jók a szálak, nagyon tetszik, hogy az Aiden visszajött benne, nekem ő volt a kedvencem, úgyhogy én sose szerettem Mr. Bigget, megmondom őszintén. Úgyhogy nagyon, nagyon élvezem, és nagyon tetszett az új rész is. Kíváncsi vagyok tényleg, hogy ti nézitek-e, meg mit gondoltok róla. Amikor hallottam, Nelly mondta nekem, hogy a Carrie el fogja adni az új, ugye a régi lakását, és újat vesz, hogy az Aiden, meg az Aiden gyerekei is ott legyenek. Amikor mondta nekem, akkor úgy voltam vele, hogy megint feladja magát egy pasiért. De amikor megnéztem a részt, és tényleg belenéztem a részletekbe, akkor megláttam, hogy nem, ez nem erről van szó, hanem igazából a háznak, vagy a lakásnak az eladása az az előző kapcsolatának az elengedése, és egy tiszta lappal az új kapcsolatba való belépés, úgyhogy teljesen megértem, és megmondom őszintén, hogy én sem akarnék ugyanabba a lakásba lakni valakivel, ahol laktam mondjuk az előző párommal, úgyhogy így, hogy megnéztem, így már tök érthető, és értem, hogy miért. Na, de a lényeg az, hogy most meg fogom szerkeszteni a vlogomat, és jövök vissza később. Sikerült megszerkeszteni a videót, és képzeljétek el, hogy mint kiderült, a kamerám teljesen át volt állítva, úgyhogy, hogyha eddig ilyen nagyon furcsa módba lett fölvéve ez a vlog, akkor nagyon sajnálom, de végül is kiderült, hogy valami nem volt okés, úgyhogy de megpróbáltam a legjobbat kihozni ebből a videóból, ebből a hall videóból, úgyhogy most, hogy kész vagyok, éppen töltődik fel, 75%-nál vagyok, és kivettem a kontaktlencsémet, mert amikor sokat bámulom a számítógépet, akkor elfárad a szemem, úgyhogy most a szemüveg vagyok. Ez a szemüvegem. Ma már nem fogok menni sehova, kivéve elmegyek gyorsan a Trader Joe's-ba, mert szeretnék holnap csinálni egy nagyon finom ebédet.
Elmondom most, hogy mit fogok csinálni, csak hogy lássátok, hogy milyen hozzávalókat fogok venni. Szóval próbálok nem enni túl sok szénhidrátot, viszont én nagyon szeretem a mexikói ételeket, úgyhogy fogok csinálni nachos. Ugye az eredeti nachos, az nacho chips, rajta valamilyen hús, taco fűszer, zöldségek, tetején sajt, halapenyó, blablabla. Bla. Na most ezt egy kicsit át fogjuk alakítani, mivel én nem eszek se szénhidrátot, legalábbis próbálok nagyon keveset enni, és ezen kívül nem eszek semmilyen tejterméket, úgyhogy kesű sajttal. It's okay, baby. Is that the one? Can you imagine? It's not funny. I'm sorry, you're laughing. It is, the situation is funny, not the video. Édes Istenem. Istenem. Szóval cashew sajtot fogok használni. És a nacho chips helyett pedig kaliforniai paprikát. És azt fel fogom vágni ilyen nacho chips formákra, annak a tetejére rárakok ilyen darált marhahúst, amit előtte lepirítok ilyen takós fűszerbe, rakok rá halapenyót, rakok rá mit tudom én, mindenfélét, ami egy nachóra szükséges, tetejére cashew sajt be a sütőbe, szépen ráolvad, megsül ugye a kaliforniai paprika, és akkor tetejére rakok guacamolét, meg még frissen vágott halapenyót is, és én ezt elkészítettem már múlt héten, hétköznap, és most szeretném elkészíteni, hogy nektek meg tudjam mutatni, és akkor holnap azt fogjuk majd ebédelni, szóval az holnap délelőtt fogom majd elkészíteni, viszont meg akarom menni a hozzávalókat most, mert most még csak mennyi az idő? 4:08, úgyhogy még azért korán van, és utána pedig hazajövünk, és nem fogok talán már vlogolni, mert csak itthon leszünk, már nincsen semmi program, mert tegnap péntek volt, és tegnap kint voltunk egy születésnapon. Úgyhogy ennyi lenne a mondani való, úgyhogy induljunk el együtt a Trader Joe's-ba. Van mindent, amit vettem, úgyhogy gyorsan végigfutok rajta. Darált hús a nachohoz, guacamole, ez a cashew alapú cheese, legyen itt van cashew cheese alternative, és ez ilyen mozzarella, szóval mert le van alapból darab, úgyhogy tök jól rá tudom rakni. 6 darab paprika kell majd hozzá, zöld, piros, és vettem egy narancssárgát, egy citromsárgát, cilantro, ez a kedvencem, ez a cashew, ilyen sózott, megsózott, megpirított cashew dió, ez egy ilyen mix, ebben van mindenféle, ebben van mandula, van a cranberry, az nem tudom, hogy pontosan mi, az egy ilyen valamilyen féle bogyó, bár tudnám, tüskebogyó talán, és cashew ebbe is. Én szeretem az én kis magokat enni csak így napközben, amikor egy picit megéhezek, de nem akarok valami nagyot enni, ez tökéletes. Avokádó, ez csirkecomb, képzeljétek el, hogy mostanában rengeteg csirkepaprikást csinálok, mert valaki nagyon szereti, és legalább hetente egyszer kell csinálnom. Halapenyó, ez ilyen zöld chili paprika, ez ilyen, megvan már fonnyasztva egy kicsit, ilyen, nem tudom, hogy mondjam ezt, de majd meglátjátok holnap, amikor csinálom. Egy hagyma és taco fűszer, úgyhogy ez minden, most éppen mindent elrakok, aztán jövök vissza. Sziasztok! Jó reggelt!
hogy avassalak titeket, hogy mi történik. Szóval az van, hogy ide most leülök egy másodpercre, ameddig elmagyarázom. Oké, okay, szóval most már kicsit késő van, 4:12, 11:13 van, most vasárnap reggel. Reggel felkeltem, kicsit későn és nagyon lassan indítottam a napomat, kávéztam, beszéltem anyáikkal, Larával telefonáltam, bla bla bla, és Lara mondta, hogy ő nem tud velünk ma eljönni a Kaszkóba, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy most írsz, thank you. Úgyhogy azt csináltam, hogy elugrottam gyorsan Larához felvenni ezt a Kaszkó kártyát, hogy be tudjak menni ebbe a Kaszkóba, ugye ebbe a bevásárlóközpontba. Úgyhogy oda gyorsan elugrottam, felvettem tőle a kártyát, most hazajöttem, és a Camilla írt nekem, hogy 12:45-kor, tehát 3:41-kor akar velem találkozni a Farmers Marketon, ami egy ilyen piac itt West Hollywoodban, úgyhogy oda fogok menni 12:45-re, és akkor utána találkozok a barátommal, és ő fog velem eljönni a Kaszkóba, úgyhogy végül is ez lesz a terv, és most még van nagyjából egy órám, hogy elinduljak a Farmers Marketra. Az volt a tervem, hogy délben csinálok egy ebédet, de ugye a nachót, amiről beszéltem, de ezt át fogom rakni szerintem vacsorára, mert nincsen elég idő rá, mert azt úgy akartam, hogy nem csak magamnak csinálom, viszont A lényeg, hogy nem jön össze most a timeline ebben az egészben, de elő akarom készíteni a főzést, tehát össze akarom vágni most gyorsan a paprikát, még van egy órám, nem hiszem, hogy a húst azt meg fogom pirítani, azt szerintem jobb úgy frissen, de össze akarom vágni a hozzávalókat, hogy amikor már hazajövök, akkor ne kelljen azzal szórakoznom, csak összedobom és be a sütőbe, úgyhogy ezt most gyorsan elő fogjuk készíteni együtt. És az a terv, mivel nem a Larával megyek el bevásárolni, hogy miután ott bevásároltunk, ez a Costco, ez a Marina derékén van, szóval nagyon közel van a parthoz, és arra gondoltam, hogy utána levehetnénk sétálni egyet a partra, vagy Marina derére, vagy Santa Monica-ra, mondjuk egy óra sét, és akkor utána haza. Úgyhogy úgy akarok öltözni, hogy általában a parton hűvös van így este fele, nagyjából szerintem ilyen 5 körül fogunk sétálni, úgyhogy azért vagyok hosszú nadrágba, és valami, nem tudom még, hogy milyen hosszúit fogok felhúzni, de attól fog függni, hogy milyen színű lesz alatta a póló. És akarok venni kézit, hogy tegnap emlékeztek, hogy vettem a kesüdiót, meg ezt a másik fajta magokat, és olyan szépen elrendeztem ebbe a kis tartóba, mert rajta van az Evil Eye. Képzeljétek el, hogy nagyon sok mindent átrendeztem a konyhában. Mindent beraktam ilyen kis konténerekben, gyermekutatok. Tehát ide jövök, és kinyitom. És nyilván, ami nem nagyon mondható meg, hogy mi van benne, azt ráírtam. Például ez gluténmentes liszt. De nyilvánvalóan, ami látszik, hogy mondjuk csoki darabkák sütéshez, azt nyilván nem írtam rá. Úgyhogy még kell egy-két dolgot vennem, amivel fel akarom tölteni, de teljesen átvariáltam a konyhát. Oké, vágjuk össze a paprikát, készítsük elő a vacsorát. Oké, szóval minden össze van vágva, most én gyorsan átöltöztem, amiben vagyok, nem tudom, hogy itt látszik-e, ez egy ilyen fehér hosszú szoknya, inkább oda megyek a tükörhöz. Egy ilyen fehér hosszú ilyen nyári szoknyában vagyok, ez ilyen nagyon lenge, úgyhogy nagyon jó így mászkálni benne, meg egy crop topba. Viszont nem így fogok lemenni majd a Kaszkóba, meg nem így fogok menni majd a partra sem, mert
hideg van ott lent. Úgyhogy teljesen másban leszek, szerintem abban be előtte voltam. Viszont most itt jelenleg 30 fok van, majdnem 31-32 fok, úgyhogy azért vettem fel valami olyasmit, ami lengébb és sokkal nyáriasabb így a piacra, és ennyi lenne, úgyhogy induljunk el együtt találkozni Kamiliával. Na most értem haza, hogy gyorsan megmutatom, hogy miket vettem. Hát beköszöntem egy ilyen ékszereshez is ott, és vettem egy ilyet, amit már nagyon régóta tervezek amúgy. Ez egy ilyen lánc, ami karkötő, és ugye gyűrű, és így van egy ilyen kis rész az ujjad és a, hogy mondják ezt, csuklót között. Úgyhogy, és ez olyan szép, mert ahogy így mozog a kezed, ez is mozog, és én nagyon szeretem az arany ékszereket, tehát láthatjátok, hogy állandóan arany ékszer van rajtam. Vettem még egyet, illetve kaptam még egyet, ami hasonló, de egyszerűbb. Tehát ez a fajta, ezen csak egy darab ilyen kis gyémánt rész van. Tudom, hogy ez hogy van. Tehát ez is ugyanúgy fölmegy az ujjadra, viszont ahogy láthatjátok, ez a rész, ez csak egy ilyen sima lánc, és van rajta egy darab ilyen kis gyémánt, szóval ez sokkal ilyen egyszerűbb, ez egy kicsit ilyen kihívó, szóval felváltva lehet oldani éppen milyen az outfited, vagy milyen helyre mész. És akkor volt egy másik ékszeres, a második, ahol pedig fülbevalókat találtam. Az egyik, ez egy nagyon különleges, ilyen fülbevalóm még nincs, azért nagyon megragadta a figyelmemet, ez egy ilyen hosszú, téglalap alakú fülbevaló, így néz ki. És szerintem nagyon szépen áll az én hajamhoz. És ezen kívül vettünk még egyet, ami pedig olyan, és ezt megmutatom nektek, ez nagyon érdekes. Nekem amúgy itt három luk van a fülembe, úgyhogy megmutatom, ezt a második lukba bele tudom mondjuk rakni. Tudjátok, hogy ilyen kis kemény, hosszú kis, ha mondják ezt, bot. Van rajta, nagyon nehezen tudom ezt elmagyarázni. Fügeszezon van, úgyhogy vettünk egy kis adag fügét, és ezen kívül a kedvenc humuszosunkhoz elmentünk. Én szerintem, hogyha láttatok az előző videóimat, még évekkel ezelőtt, már akkor is jártam ehhez a humuszoshoz. Ez a Brothers Humus Company, és ők így egész Los Angeles-en belül adnak el humuszt. Az egyik az egy habanero chili humusz, a habanero az a narancssárga paprika, és nagyon csípős, hiszen nagyon szeretem a habanerót, úgyhogy ez egy ilyen jó csípős. Vettünk egy avokádós humuszt, és ezek nagyon, én azért szeretem őket, mert frissen készülnek el, nem maradnak meg sokáig, mivel nincsen benne sok tartósítószer, és nagyon egészséges. Tehát például ebbe a humuszba ugye nyilván van habanero, van csicseri borsó, mert ugye a humusz az csicseri borsó alapú, olívaolaj, tahini és citrom és só, és ennyi. A másikba, az avokádósba van csicseri borsó, avokádó, bazsalikom, koriander, olívaolaj, tahini, citromlé és só. Tehát, hogy nincsen benne semmi glutén, semmi
tejtermék, úgyhogy én nagyon szeretem, és ezen kívül vettünk még egyet, ami igazából én nem fogok belőle enni, mivel ebbe azt hiszem, hogy van tej. Igen, ebbe van tej, sajnos. És ez egy ilyen joghurt, ami szintén füge alapú joghurt. Ezt igazából képzeljük, hogy nem is akartuk megvenni, mert ugye én ebből nem tudok enni. Úristen, milyen jól lete van. Viszont mindig nagyon rendesek, akik árulják, és ezt a kettőt megvettük, és már mentünk volna el, és ezt még utánunk dobták, hogy ezt akkor ajándékban megkapjuk, úgyhogy akkor végül is ezért hoztuk el. Ennyi mindent, amit vettünk, nem vettem zöldségeket, mert igazából nincsen semmi olyanra szükségem, ami ne lenne most még itthon, és nem szeretek túlvásárolni magam, mert akkor általában kidobom a dolgokat. Úgyhogy ennyi minden, most mindent el fogok pakolni, és átöltözök kényelmesbe, és indulunk együtt a Costco-ba. És át is öltöztem, ugyanabban be voltam reggel, úgyhogy fekete crop top, ez a farmer nadrág, és indulunk! Oké, most itt vagyunk az autóban, és a telefonomat használom, mert nem akartam elhozni magammal a kamerát, úgyhogy remélem, hogy jól látszik minden, mert a hátsó kamerát használom. Szóval megálltunk a Starbucksba, mivel szükségünk van kávéra, és rendeltünk ezt az újat, ami nemrég jött ki, ez így néz ki, és ez az neve, hogy Olito Shaken Espresso, és azért Olito, mert oliva olaj van benne, mert az oliva olajnak rengeteg jó pozitív hatása van, úgyhogy ilyen oliva olaj infused dolog, és hihetetlenül finom. Én a jegeset kóstoltam meg. How's the hot one? Good? Really good. Good. De én mindig jeges kávét iszok napközben, reggel meleget, de napközben mindig jegeset. Na most végeztünk itt a Costco-ba, és nem vettünk olyan túl sok dolgot, viszont tele van a csomagtartó, úgyhogy majd otthon mindent megmutatok, hogy végül is miket vettünk. És az volt a terv, hogy lemegyünk a partra sétálni, mert ez itt van Marina de Reyen, ami nagyon közel van az óceánparthoz, viszont mivel vettünk egy csomó halat, meg ilyen mindenféle ilyen hal termékeket, különböző halakat, attól félünk, hogy tönkre menne, mert itt azért nagyon meleg van az autóban, 30 fok van, úgyhogy nem akarjuk, hogy tönkre menjen, úgyhogy inkább hazamegyünk vissza West Hollywoodba, és inkább ott fogunk majd este egyet sétálni. You can talk whenever you want. You know you can talk. So how did you like Costco, Petra? Petra? What is it, an interview? You enjoyed yourself? It was... Your first experience. It was different. I would come here every week. You if would? If I would have like 5 kids, yeah. One day. I won't. No babies. És hazaértünk végre, úgyhogy megmutatok mindent, amit vettünk. Innen indulok. Az alkohol minden az nem az enyém, de ide raktam azért azt is, mivel az is részese volt a vásárlásnak. Szóval vettem egy ilyen csirke, ez egy ilyen csontmentes csirkecomb, és már be van panírozva előre, és képzeljétek el, hogy ez gluténmentes. Úgyhogy ezért választottam ezt, ez nagyon egyszerű, hogyha nincsen időm főzni, vagy akár ebédre, mondjuk reggel megcsinálom, és akkor el tudom vinni magammal, és a salátának a tetejére rávágni, vagy ilyesmi, ez nagyon egyszerű. Ez csak sima, csak össze van vágva egy ilyen fehér kod hal. Én ezt a fajta halat, én ezt nagyon szeretem, és a Trader Joe's-ba szoktam venni, viszont sokkal jobb áron volt a Costco-ba, ezt az egész nagyot, amiben nem is tudom hány darab van, de nézzétek meg, hogy milyen
milyen nagy mennyiségű, és ez volt minden, azt hiszem, $30. És hogyha kettesével veszem a Trader Joe's-ba, akkor azért szoktam fizetni ilyen $15-18. Úgyhogy ez sokkal jobban megérte. Nyilván nem megyek a Costco-ba, most voltam életemben először, nem fogok sokat járni, de most, ha már így ott voltam, akkor miért ne? Vettem egy adag shrimpet is, gyerek, hogy én szeretem a shrimpet, én garnyarákot, ez például nagyon finom salátába, vagy például szoktam csinálni olyan pasztát, ami ilyen cukkinimentes tészta, vagy cukkinis tészta, és akkor arra a tetejére rárakni. Málna, én nagyon szeretem a málnát, ez portobello mushroom, én ezt nagyon szerettem megcsinálni régebben hamburgerként, hogy ez a hamburger hús, de most meg fogom grillezni, és salátának a tetejére fogom majd rárakni. Ez a kedvenc fűszerem, ez fokhagymasó, és ezt nagyon sokat használom, mindenre imádom. Ezt képzeljétek el, hogy ezt én még nem hallottam előtte, de ez egy olyan krém, olyan makrém, ami teljesen vegán, nincsen benne semmi más, csak magák, a magok össze túlmixolva. Van benne cashew-dió, mandula, ez a brazil nuts, ez nem is tudom, hogy milyen braziliai mag, flaxseed, chia seed, mi a hazelnut? Mogyoró? Pumpkin seed, az tökmag, és salt, az pedig só, és ennyi. Úgyhogy ez nagyon érdekes lehet, és gondoltam, hogy ezt tudom használni majd az energia labdákban, amit már régen is csináltam, és láthattátok. Ez mint tilápia, ez rengeteg hal, de le fogom fagyasztani, tehát minden megy a fagyasztóba, ami olyan, és rengeteg lazac, és ez is majd megy a fagyasztóba. Általában például a Trader Joe's-ba szoktam venni, általában kettőt veszek én $15, itt ez az egész nagy dolog volt $37, mindennel együtt nagyjából ilyen 40. Úgyhogy avokádó, ezek ilyen mini kis koktél uborkák, ez például tök jó lesz belemártogatni majd a humuszba, amit vettem, és ez pedig egy ilyen fagyasztott marhával töltött ilyen takítószt, és ez kukorica alapú, ezért gluténmentes, és ez csak bemegy a fagyasztóba, és hogyha például megéhezek, akkor csak meg tudok mondjuk sütni kettőt az airfryerbe, és ebből lemártogatni mondjuk guacamole-ba. Úgyhogy ez minden, most mindent elpakolok, aztán jövök vissza. Most, hogy minden el lett rendszerezve a hűtőbe, és nagyon büszke vagyok rá, itt vannak az italok, hogyha esetleg vendégek átjönnek, itt van az összes humusz, amit vettem, hátul kimchi, meg guacamole, itt oldalt avokádó, alma, lime, itt lent zöldségek, gyümölcsök, ez össze a fügét ebbe beleraktam, tojás, itt lent ez kukorica, ez pedig mind ilyen tatók. Itt lent van egy-két halapenyó saláták, itt pedig hagyma és fokhagyma, ami hát eléggé elfogyott, itt oldalt pedig itt az összes szószom, fölül mindenféle ilyen krémek, ez a amiket ma vettem, ez kókuszolaj, ott pedig lent italok, és egy-két fűszer, amit szeretek a hűtőbe tartani. És rendszereztem a freezer, mi az a fagyasztót is. Itt van minden, az összes ilyen fagyi, jégkrém, rizs, ez a kedvencem, ez amúgy ilyen málna, és ez én épp csak máltott málna, nagyon finom. Fagyik itt fölül, fagyasztott gyümölcsök, itt az összes fagyasztott hús dolog, rákok, hátul a csirke, ez mind ilyen, hogy mondják, ez ilyen krumpli, különböző krumpli, édes krumpli, ez még krumpli, ez edamami, itt lent italok, ezek pedig ilyen kis fagyasztó dolgok, egy kis csirke, hátul pedig összeraktam, képzeljétek el, azt csináltam, hogy kettesével beraktam ilyen ziplakba a lazacot is, meg a tilápiát is, azért, hogy ne az egészet egyszerre fagyasszam le, mert akkor nagyon nehéz felolvasztani csak kettőt belőle, mondjuk, hogyha kettőt akarok. Úgyhogy kettesével szépen lefagyasztottam, és ezek pedig a takítóz. Úgyhogy minden a helyén van végre, és most pedig elkezdjük a vacsorát. Ahogy láthattátok, délelőtt összevágtam mindent, ami szükséges hozzá, tehát ebbe van egy darab halapenyó összevágva és lila hagyma. Ugye ezt fogom majd összefőzni a darált hússal. Ez pedig csak simán halapenyó karikákra vágva, ez a tetejére fog majd menni a nachónak, idézőjelek nachónak. Itt van pikolt halapenyóz, az is megy majd még a tetejére, és green chili, az is majd a tetejére megy, hogy ezt mind ide félre rakom, és akkor ebbe van összevágva pedig a paprika, ugye erre a kis ugye nacho chips formára próbáltam vágni. Thank you.
Végre kész van a nacho. A tetejére láthatjátok, hogy miket raktam. Raktam még extra hagymát rá. Mi nagyon szeretjük a hagymát. Én oda a hagymáért rengeteg hagymát eszek, úgyhogy raktam alá is, és amikor megsült rá a tetejére is. És ezen kívül van még jalapeno, guacamole, avokádó, cilantro, ami koriander, salsa, chili, tehát minden van így a tetején. Úgyhogy most ezt fogjuk enni. Alig várom, hogy végre együnk, mert ahogy láttátok a mai napon, szinte semmit nem ettem, csak ittam egy kávét, meg megkóstoltam a humuszt, nem fogok hazudni, de ennyi. Annyit fogok csinálni, hogy egy ilyen kis lapáttal alányulok, és egy részt átrakok egy tányérra, és csak ezt így magába úgy, ahogy van. És ma már semmi nem fog történni, úgyhogy elköszönök most itt tőletek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a hétvégi vlogban, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!